5 millió forint magyarországi támogatással európai színvonalú, felújított kórtermeket adtak át a nagyszülősi kórház gyermekosztályán. A két kórtermet és a betegvizsgálószobát dr. Grezsa István, a miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációért felelős kormánybiztosa és dr. Edwin Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke adta át. A magyarországi támogatásból a kórház évek óta lepusztult állapotban lévő, a 30 férőhelyes gyermekosztálynak a nyílászárókat, az ágyakat és a butorokat is kicserélték, illetve a mellékhelységeket is felújították. Különös értéket ad ennek a felújításnak, hogy a magyar kormány segítsége mellett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal karöltve tudtuk ezt a felújítást végrehajtani. A borzalmas szovjet időket idéző WC-ket, vizes helyiségeket is sikerült még a gyermekosztály részére itt Nagyszőlősön megújítani, és reméljük azt, hogy ezáltal az itt élő emberek, magyarok, ukránok, romák, bármilyen nemzetiségűek érezhetik azt, mikor ide belépnek, itt gyógyulnak a gyermekek, hogy Magyarország nem hagyja cserben az itt élőket. Magyar vezetésű több nemzetiségű csoport tart ellenőrzés szerdától az ukrajnai konfliktus zónában, közölte a Magyar Honvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint a csoportban, amely a visegrádi négyek ellenőreiből áll, zömében a Hadügyminisztérium védelempolitikai főosztálya delegált tagokat. A bizalom és biztonságerősítő intézkedése 2011-es évi bécsi dokumentuma alapján végrehajtható ellenőrzés egyik célja, hogy a megfigyelő csoport helyszíni ellenőrzéssel meggyőződjön arról, hogy a felek miként tartják be a minszki megállapodásokban foglaltakat. Akár mínusz 10 Celsius fokig is süllyedhet a hőmérséklet a következő két napban Kárpátalján, tudatta a helyi meteorológiai központ. A Kárpátaljai megyei hidrometeorológiai központ jelentése szerint november 15-én és 16-án veszélyes időjárási jelenségek és hirtelen időjárási változások várhatóak Kárpátalján. Heves havazás, akár hóvihar is előfordulhat, valamint ónos eső eshet. Megyénk teljes területén eljegesedett, csúszós útszakaszokra, kötfoltokra és magaslatokon hófúvásokra számíthatunk. Szent Márton napi búcsúra hív a Munkácsi Római Katolikus Egyház harangja. Az ünnepi szentmisére Kárpátalja minden szegletéből érkeztek hívek. Szent Márton a Munkácsi Római Katolikus Egyház megye védőszentje. Odaadta a palástját egy szegény embernek, felismerte benne Jézust, és hát ezt tudom róla, meg mindig imádkozunk. A Szent Márton év lezárásának alkalmából tartott szentmisén az ukrán püspöki konferencia elnöke Mieczyszláv Mokszycki lembergi érsek a vallásüldözés időszakára emlékezett. Majnek Antal munkácsi megyés püspök hálát adott azért, hogy az egyház az elmúlt 25 évben szabadon működhetett, viszont a gazdasági válság miatt most a szegénység sújtja a híveket Ukrajnában. Ilyenkor különösen fontos a segítségnyújtás. Ebben az évben valóban még inkább figyeltünk erre, és irányítottuk a figyelmét a híveknek Szent Mártonra, aki ugye 1700 éve már sugározza, mutatja az Úristen irgalmas jóságát felénk. És az ő jó példája, az ma is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a szenvedőkre, odafigyeljünk a szegényekre. Ebben az évben tényleg hála a sok segítőnek, a sok jótevőnek, tudtunk nagyon sok szegény embernek, csaknem 2000 családnak rendszeres segítséget adni. Az irgalmasságra most is óriási nagy szükség van, és azt, amit Magyarország elindított kormány részéről, karitatív szervezetek részéről, ez mind-mind erősíti az itt élő embereknek a helyzetét, erősíti a megmaradást, és persze erősíti a más nemzetekkel való kapcsolatot is. Az ünnepi szertartást követően a Munkácsi Szent Márton templom kertben felavatták Matl Péter munkácsi szobrász alkotását, a magyarországi támogatással felállított Szent Márton szobrot.